A szolnoki rendőrkapitányságra érkezett bejelentés, miszerint egy kőteleki ingatlanba ismeretlenek betörtek, ahonnan számítás technikai alkatrészeket, akkumulátort, horgászbotokat, hangfalakat és egy elektromos fűzőlapot tulajdonítottak el több mint 1 millió 200 ezer forint értékben. A nyomozók a bejelentést követően szemlét tartottak és adatot gyűjtöttek, amelynek eredményeképp látókörükbe került egy helyi férfi, akinek az albérletében kutatást tartottak. A lakásban megtaláltak egy hangfalat, illetve az elektromos főzőlapot, amit nem volt hova beszerelni, de a régi gáztűzhely tetejére felhelyezve már használták. A lopott tárgyakat lefoglalták, majd a 40 éves feltételezett elkövetőt előállították a rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók lopás büntetének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozó hatósága terheltető ürizetbe vette és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.